Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó, hogy Te mindent tudsz és mindent látsz. Előled nem kell rejtegetnünk semmit, hiszen úgysem tudnánk. És hogyha megvalljunk bűneinket, Te hű és igaz vagy, megbocsájtod minden álnokságunkat. Köszönjük azt, amikor nem bűnvallással kell jönnünk, hanem hálaadással jöhetünk. Amikor megláthatjuk a szürkeségben is a színeket, az esőben is a szépet, a hidegben is a Te meleg szeretetedet. Köszönjük, hogy van meleg ház, ahol alhatunk éjszaka. Köszönjük, hogy van ruha, amit felvehetünk magunkra. Köszönjük, hogy van fizikai eledel, amit megehetünk. És köszönjük, hogy Te hajlandó vagy lelkileg is táplálni bennünket. Kérünk, tégy így most is. Szent Lélek Isten, légy közöttünk a Te nagy dicsőségedre. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 25. részéből, a 13. verstől a 27. versen bezárólag a következőképpen. Néhány nap elteltével Agrippa király és Bereniké Cézáreába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfiút. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűn sem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam. Hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni, és ott állni törvény elé ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. Agrippa erre így szólt Festushoz. Szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel meg a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagy terembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus ezután így szólt. Agrippa király, és ti férfiak, mind akik velük együtt jelen vagytok. Látjátok ezt az embert, aki miatt engem ostromolt az egész zsidóság Jeruzsálemben, sőt, még itt is azt kiáltozva, hogy nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett. De mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat is. Eddig a felolvasott ige szakasz. Hát kedves testvérek, azt mondhatnám, hogy vannak olyan ige szakaszok, ahol nincs könnyű dolga az ige hirdetőnek. Mert van olyan egyértelmű az üzenet, hogy mi az, amit Isten akar. Itt viszont ebben olyan nagyon egyértelmű dolgot nem látunk. Olyan keszekusza, olyan össze-vissza az egész, hogy hogy is van ez? És igazából az üzenet talán abban van elrejtve, hogy mi áll az egésznek a hátterében. Azt tudjuk, hogy Félixet leváltották, és most Festus az új helytartó, ő az, aki képviseli a császár, és már kihallgatta egyszer Pál, de nem tudott igazából semmit az ügyében érdemi döntésként hozni, mert nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Mivel ő egy új főnök, hogy ezt mondom, ezért a többi régi főnök eljön meglátogatni, jön egy bizonyos Agrippa király és Bereniké. Mit tudunk róluk? Hát Agrippa király ugyan, de a királysága kisebb, mint egy vármegye, ahogyan azt Czadik Péter a mai magyarázatban leírja. És nem akármilyen felmenőkkel rendelkezik ez az Agrippa.
Heródes Agrippának is szokták emlegetni, ugyanis a nagyapja az a Heródes, aki halálra keresteti Jézust, amikor a betlehemi gyermekgyilkosság van. Az apja az a Heródes, aki kivégezteti Jakabot, és utána férgek emésztik meg a trónján. Őshely túl kegyes ember. Ez már csak abból is kitűnik, hogy ki a, nem olvassuk, hogy felesége, szeretője mondjuk ki, Bereniké. Harmadik házasságán is túl van. Közben kétszer élt már a bátyjával, ami tudjuk, hogy vérfertőzés. De ezek az emberek akarnak ítélkezni Pál felett. Döbbenetes. Isten pedig hagyja. Miért hagyja? És itt azt olvassuk kétszer is, hogy néhány nap elteltével. Telnek, múlnak a napok, és nem történik semmi. Lehet, hogy te is érzed így. Hogy telnek, múlnak a napok, de nem történik semmi. Mint hogyha Isten nem akarna szólni. Mintha meg akarna várakoztatni. Vagy velem van a baj, hogy nem értem az üzenetét? Igen, van olyan, amikor Isten hallgat. Van olyan, amikor nem kapunk azonnal konkrét üzenetet. Mit tesz Pál? Vár. Túl sok mindent nem olvasunk róla. De vár, türelemmel vár, mert nem jött még el az idő. Hamarosan elkezdődik az a várakozás teljes időszak, ami az év egyik legszebb időszaka, adventnek hívjuk, és tudjuk, hogy azt jelenti, hogy eljövetel, mert hogy várjuk, hogy eljöjjön az Úr Jézus. De egyébként minden napunk arról kellene, hogy szóljon. Úgy élek, úgy várok, hogy várom vissza felemelt fővel az én Uramat, Jézus Krisztust, aki ítélni fog élőket és holtakat, mert nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Azt mondja az ige, hogy amikor jön az Úr nagy és félelmetes napja, akkor előtte jeleket teszek az égen fenn, és félelmetes dolgokat a földön len. Én nem tudom, mikor volt például utoljára sarki fény Magyarországon látható, amit múlt héten többen is felkaptak. Vegyük észre az idők jeleit. Közeledik az Úr Jézus, nem csak a hivatalos adventben. Történik azonban itt még valami. Az idősebbek talán ismerik az Edda együttestől a Kör című számot. A kör közepén állok, körbevesznek jó barátok és rosszak. Itt azt olvassuk, ekkor várdói körülállták, de semmi olyan bűnt sem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam. Ami itt szerepel szó, az valójában vád. Semmilyen vádat nem tudtak felhozni, amit bizonyítani tudtak. Csak szólok. A keresztény ember élete minden nap ilyen. Van egy vádló, aki igyekszik bevádolni minket Istennél a gonosz asárnál. És igyekszik felhánytorgatni a hibáinkat és a bűneinket. És van egy védő, aki ott ül az Isten jobbján, az Úr Jézus Krisztus, aki mindig rámutat a keresztre. Én őt megváltottam a vérem által. Ő az én vérem oltalma alatt van. Mindaz, aki hisz benne. És akkor hiába vádolnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy a hívő keresztény ember nem követel hibákat vagy bűnt. De tudja, mi a bűnbánat, tudja, kihez kell fordulnia. És valójában ki az, aki egyedül mindent tud és mindent lát? Most énekeltük. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Végül Agrippának a kíváncsisága is felélet Pál iránt, hiszen ő maga is zsidó, ismeri ezeket a kérdéseket. De valljuk meg, a hitetlen ember, bocsánat, a hitetlen ember nem tud mit kezdeni azzal, hogy Jézust megölték, de mégis él. A hívő ember számára meg egyértelmű, mert érzi a jelenlétét, hogy ott van a szívében, hogy vezeti. Te tudsz-e mit kezdeni Jézussal? Legyen ez a hét kérdése. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te élsz és uralkodsz. Nem adtad át a hatalmadat. Ugyanakkor kapott hatalmat a gonosz is. Tudjuk, hogy naponta vádol. Igyekszik tönkretenni a veled való kapcsolatot. Olyan jó, hogy szabad átadnunk neked mindent, rád bíznunk. A gondjainkat, a munkáinkat, a feladatokat. De te látod az örömeinket és a sikereinket is. Neked köszönjük ezeket is, Uram. Kérünk, légy velünk úgy ezen a héten, hogy tudjunk hűségesen téged szolgálni. Ne akarjunk mindent megérteni, de akarjunk mindig rád figyelni.
Így kérünk, fogadd kedvesen a mi életünket, hogy minden nap lehessen, akár szóval, akár tettel, bizonyságtételünk arról, hogy te élsz, és még most is uralkodsz. Kérünk, te adj a betegeknek gyógyulást, akár testi, akár lelki betegségük van. A jónak látod, szüntesd meg, kérünk, minél előbb a háborút. Kérünk, Szentlélek Isten, te magad vezess bennünket tovább, és mi hadd tudjunk neked engedelmeskedni. Adj erőt a hétköznapokhoz, adj szeretetet mások felé, és adj türelmet önmagunknak is. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőt. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunknak.